jó, de én most nem akarom, akkor legyen az, hogy mondd először te, hogy a rabló támadása, te hangod mélyebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, ez itt a Backstage 18. adása, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már felnőttünk. Igen, nagy, most igyekszem olyan rácsodálkozni, hogy már 18. ideje minden egyes adást. Így kezdünk, hogy Teddy rácsodálkozik, hogy úristen, már a hanyadik Backstage ügy, hogy zárójel bezárva. Sziasztok 18-szor! Így van, és nagyon-nagyon köszönjük a rengeteg kommentet, amit múltkor írtatok nekünk. Én nagyon meglepődtem. Úgy látszik, hogy ez a csúnyasági vetélkedő, ez minden indulatot kihozott belőletek, meg nyilván belőlünk is azért a vélemény sokkal könnyebb elmondani szerintem, hogyha valamit szídni kell, mint amikor dicsérni. Azért minden indulatot nem hozott ki belőlem, azt egy taxis hozta ki belőlem ma reggel, amikor jöttem a forgatásra. Ezt most hagyjuk. Na, úgyhogy visszatérve, rengeteg jó kommentet kaptunk, és majd ugye ezek közül sorsolunk is egy nyertest. És hát gondolkoztunk, hogy mi legyen, de hát az éppen nagy aktualitás, hogy az éjszaka folyamán, amikor ezt veszük fel most egyébként, milyen nap van? November 1-e. November 1-e van, és csütörtök. Hello, véle, hát ott van a nyomorult pólódon. Nem tudom, hogy milyen nap. Szóval csütörtökön veszük ezt föl, és tegnap évfél előtt indítottuk el a jegyelővételt Alpha City-ben. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy a múltkori kommentelők közül egy Alpha City belépőt fogunk kisorsolni nyereményként, úgyhogy szerintem írjuk is ki a nevét a most nyertesnek. Most nézze végig a műsort. Nézze végig, így van, valamikor majd közben. Úgyhogy nem is elég csak a végére kattintani, hanem végig kell nézni. Szóval, ha már Alpha City, és én nagyon meg vagyok lepődve. Tehát, hogy tegnap, szerda este, ugye egy hónap utolsó napja, tehát még a fizetés is tök messze van mindenkinek, este 12:30-kor elindítottuk a jegyelővételt, én egy órával később feküdtem le, akkor meg olyan 12 jegyet megvettek, és azóta eltelt már 13 óra, amiben volt egy éjszaka, és így megvettek 60 darab jegyet, 62-t pontosabban. Eszméletlenek vagytok, tök jó. Meg hát hülyék. Óriási, tényleg, hogy csináljátok? Egyrészt nem nagyon jelentettük be, meg volt egy srác, Kazes, a Moréról, ő volt az első, de konkrétan egy 12:30-kor indult az oldal, és 2 perccel később megvette a jegyet. Ugye az volt beígérve, hogy október közepén elindítjuk, aha, és akkor írta nekem valamikor, hogy ő akkor azóta rendszeresen frissítget. Tehát valaki használja meg az Alpha Amorét is. Ez tök jó. Igen. Egyébként, ha már ilyen rekordok ne tartunk, volt egy cikkünk, ami ilyen brutál látogató, vagy hát olvasottsági rekordot döntött. Ugye ja, a kastély. A Castello, a Formel Castello modellről szólt, ami ilyen pár nap alatt valami 5000 kattintás. Tehát így az Alpha Amore újkori történetében, mióta van Facebook, ilyen nem nagyon produkáltunk, úgyhogy nem tudom, miért kattantatok rá erre. Igen, ezt magyarázhatok már meg. És akkor paralel, ja, a GTV-s cikk, amiről egyébként megint ejthetünk pár szót, hogy ez milyen hullámokat kavart az internet egyes bugyraiban, de hogy tehát szerintem abban sokkal több érdekes info volt, mert abban voltak meg részletek. Konkrétumok voltak benne, jó, hát meglátjuk, mi lesz abból, tehát ugye azért olaszok még mindig. De hogy sokkal kevesebb info volt benne, és szerintem nem volt annyira informatív a kastélyos cikk, ehhez képest meg... Ja, és akkor teszem hozzá, hogy mindenki ugye... Tehát én amennyire látom a kommentekből, meg így az emberekkel beszélgetve, hogy pont a nagy SUV az, amit a legkevésbé fogadnak, igen, el. Most akkor ehhez képest meg... Tehát lehet... Csak hogy a viszonyítást érezzétek, a GTV-s cikkre olyan 1500-an kattintottatok egy ilyen 4 nap alatt, míg ugye a kastélyos, a Castellos cikkre, arra pedig... több mint 5000, 5700-nál jár most, és még nem telt el egy hónap, mióta felkerült az a cikk. Tehát, hogy hogy, igen, miért? Igen, lehet, hogy itt is az van, mint ami a csúnya S témánknál múltkor, ja, hogy, ja, ja, hogy amilyen nagy kilengés az arra, tehát hogy ha ilyen durva poszt, akkor arra a durva reakciók fognak érkezni, most nyilván időzője betéve. Uh-huh. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti szerintetek ez miért van? Miért kattintanak egy olyan cikkre többen, ami nem annyira érdekes alfás szemmel? Máshogy tenném fel a kérdést, hogy szerintetek mondjuk egy Castello izgalmasabb lenne, mint a GTV? Hát nem. Nyilván valószínűleg nem a válasz, tehát hogy innentől kezdve kezdek el akkor gondolkodni, hogy most akkor mi van? Vagy miért? Ja. Vagy egyébként is? Meg hogyan? Meg miért? Ja. Ha már Alpha City, én visszatérnek erre a csodálatos számra, erre a 62-re, amire ez az adás lemegy, már bőven túl lesz a százon. Először magyaráznak, hogy a 62 miért csodálatos szám. Hát... Sheldon Coopernek vannak erre mindenféle ideológiai, de a 62 pont nem az. Nem tudom.
tetszik. Mire ezt látjátok ezt az adást, valószínűleg a 100 early bird jegy az már el is fogyott, úgyhogy ezt már nem is akarjuk bereklámozni, viszont onnantól kezdve a következő 500 jegy, az még mindig kedvezményes áron lesz megvásárolható. Hát erre meg rengeteg időtök lesz Alpha City megvásárolni, bár hogyha ezt a... nem is tudom, minek nevezem, ezt a látványos elrugaszkodást nézem itt most a jegyeladásokban, akkor lehet, hogy már idén eladjuk ennek a nagy részét. Lehet, de mondjuk, hogyha tehát tényleg még van időtök, meg hogyha esetleg valaki még vacilál, vagy nem tudom én, várja a cheat, vagy nem tudom micsodát. Vagy arra vár, hogy mi lesz a program a Alpha City-ben. Felesleges várnotok rá. Én azt gondolom, hogy egyébként ezt is erről is beszélgethetünk majd egyszer, hogy szerintem nem is azért veszik már meg a jegyet, hogy mi lesz a program, hanem magáért, a hangulatért, meg a Alpha City, meg a társaság, meg a többiek. Igen. Ami tök jó, tök örülünk neki, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek jó programok. Igen, de nyilván mi szeretnénk gondolunk is azokra, akik mit tudom én, nincsenek még benne annyira a társaságban, meg kell őket győzni, először jönnének, júj mi ez, nem tudom én, ugye nagyon sokszor vannak ilyen dolgok, úgyhogy ezt valamennyire kiküszöbölendő és a problémát megoldva csináltunk, vagy pontosabban csináltattunk, mert nem mi voltunk ezek a nagyon okosak, mint csak kitaláltuk, 17 darab, hát ilyen imázs videót, ilyen rövid videók, amiket mostantól fogunk, majd az első ugye fölkerült már a Rákóczi Ferivel, ezt most ide ki fogjuk rakni oldalra, ott lesz majd a link, nézzétek meg. Szóval, hogy csináltunk ezekből a kis videókból 17 darabot, és vendégek, Alpha City látogatók, kiállítók, mindenféle érdekes, izgalmas emberek mondják el, hogy szerintük miért jó Alpha City. Ezekből, hogyha összerakjátok a képet, és kijön a kidobja a gép azt, hogy akkor Alpha City-re egyet kell venni, akkor alphacity.hu, ugye most már csak bankkártyával tudtok fizetni, de nem tudok beszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi megkönnyítettük a ti dolgotokat, mert ez az utalás, meg izé, meg megjön, nem jön, meg én ekkor, meg, tehát hogy nem, ezt hagyjuk, sokkal egyszerűbb így, meg hát olcsóbb is, mert ugye nincsen átutalási díj, hanem sima bankkártyás fizetés, ami vásárlásnak minősül, ergo nem kell utána. Nálunk vonják le a... Igen, tehát mi járunk szarabból, tehát mi tettünk nektek szívességet. Jaj, de jó, nagy elkülönbözés. Van kettő darab témánk mára, amit szeretnénk egy kicsit jobban kivesézni. Az első része ez egy picit talán szárazabb lesz, megpróbáljuk majd valamennyire érdekessé tenni a dolgot. Mindenféle ilyen háttértörténetekkel. Most van ugye csütörtök. November 1-e. Kedden hozták ki a Fiat Chrysler a harmadik negyedéves pénzügyi jelentést, amiből gyakorlatilag az derül ki, hogy összességében több lett a bevétel, több lett az üzemi eredmény, több lett az adózott eredmény. Igazából ami ebből a szempontból érdekes, az, hogy nagyon látszik az, hogy egyelőre az FCA-nál nem tudják még, hogy ezzel az Európával így pontosan mit kellene kezdeni, mert hogy pénzügyileg is, meg azért nagyobb részt szállításban is az amerikai piac az, ami most viszi a hátán az egészet. De ott sem gondolom az Alfa, hanem a Jeep. Nem, ott a Jeep. A Jeep Wrangler, meg a Compass, az új Compass az, amik nagyon viszik a márkát, meg az új Ram 1500, a pickup. Ezt ők le is írták, tehát, hogy ezzel tisztában vannak. Ami nagyon érdekes egyébként, voltak ilyen pletykák, és nem általallottam ennek kvázi bedőlni. Ugye eladták a Magneti Marellit, végre kiszereztek azt valami 6 milliárd euró, vagy valami ilyesmi, a japánoknak adták el. És szerintem tényleg nem ördögtől való gondolat, hogy ebből akarják finanszírozni az Alfának meg a Maseratinak a fejlesztéseit 2022-ig. Aha. Amiről ma szintén szó lesz valamennyire a műsorban, majd a következő részében. Szóval, hogy az előző adásban beszéltünk arról, hogy ugye itt az európai gyárakkal is van valami mókakacagás, amit meg kéne oldani. Ugye az a problémája az FCA-nak az európai gyárakkal, konkrétan az olaszokkal egészen pontosan, hogy nem túl termelékenyek. Hát, kilepődik ezen meg. Olaszok. Az olaszok, igen. Giovanni bemegy dolgozni hétfőn, délre talán el is kezdi. Nem, mert bemegy reggel 8. Nem 8, 8, 8, 8. Bemegy 9-re, akkor egy kis kávé, egy kis nem tudom én, egy cigi, kis... Cigi, igen, kávé, konyak, cigi. Kávé, a konyak, cigi. Magyar, a magyar gyárakban van. Ja, ott grappa. Ja. És aztán már jött az ebédidő. Igen. Na, szóval igen, na, ez nem. Viszont tényleg nem túl termelékenyek.
Volt még, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt egy a fiommal, a vasipari szakszervezeteknek a szakszervezetekkel volt egy tárgyalása még akkor a Márkionnéknak, és valamik újságírói leakasztotta, és a Márkionné meg, hát ő egy ilyen beszédes típus volt, és aztán egy ponton túl elpattant nála a húr, és így látszik rajta, hogy így bedühödött, vagy nem tudom, valamelyik kérdésen, és közölte, hogy basszus, az amerikai gyárakban napi 4 műszakot tudnak vinni, miért van az, hogy az olaszok csak 3-at tudnak vinni, tehát egy műszak kiesik. Aztán. Hogy akkor most mi van? És tényleg már a Mike Manley, ugye Márkionnének az utódja is mondta már, hogy Európában most az a legnagyobb feladat, hogy valahogy a gyáraknak a termelékenységét föl kell vinni ahhoz, hogy a haszonkulcsa az európai piacnak azért valamennyire följebb menjen. Mert hát árakban nagyon ugye nem tudnak fölmenni, mert hát hogyan, tényleg a termelékenységen kéne még valahogy javítani. És egyébként egy nagyon picit ezt visszaigazolták a 4 éves adatok is, ezért jutottam ide. Ugye az európai régióban, tehát konkrétan az EMEA piacon tavaly még 505 milliós üzemi eredmény volt, pluszban most meg 345. Uh-huh. Az egy másik kérdés, tehát hogy ez egy majdnem 200 milliós csökkenés. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy az európai piacon új ilyen károsanyagkibocsátási normák jöttek, ez az Euro 6B meg 6C, valami ilyesmi. És ezeknek kellett megfeleltetni az autókat, papírozást, nem tudom, mindenesenek volt egy viszonylag nagy költsége, és részben ez, részben pedig a egyéb ilyen marketing mix, meg nagyobb marketing tevékenység okozta még ezt a visszaesést. Alapvetően a bevételek egyébként jobban alakultak, annak ellenére egyébként, hogy viszonylag valamivel kevesebb volt a leszállítás, tehát hogy alapvetően a ténylegesen eladott autó. Itt a Jeep meg az Alfa vitte a hátán az európai piacot, és hát a Fiatnak az eladásai voltak azok, amik kicsit így lejjebb mentek. Kicsit még ezzel hadd foglalkozom egy mondat erejéig. Ugye a Márkionnének a 5 éves üzleti terve az arról szólt, hogy a Fiatból megmaradna az 500, meg megmaradna a Panda, ami ugye a két. Mármint az 500, ez az csoport. 500 az csoport, igen, tehát a 500LX, meg a sima. Ami van, meg a sima, illetve a Panda, és a tipót azt bedarálnák, és a mostani új EMEA főnök, az Alta Villának az utódja, akit most hirtelen nem tudom, hogy hívnak. Várjál, azért a nézők kedvéért az EMEA, azt mondjuk el, hogy mi. Ja, igen, ez a Europe és Middle East, tehát az Európa és Közel-Kelet a régiónak a neve. Szóval, hogy az új főnök, ő azért ezen így ő próbálna változtatni. Tehát lehet, hogy mégis maradna a tipó. Lehet, hogy ő megtartaná a tipót, igen. Amit egyébként Törökországban gyártanak, és itthon viszonylag jól megy. Viszonylag. Egy nagyon kicsit kéne olcsóbbá tenni szerintem, és annyira versenyképes autó lenne. Talán nekem így alapvetően kívülről tetszik, meg nem tudom én. Én most azt is használtam egy hétig, dízelt, és imádtam. Komolyan. Az egy hatost? Aha. Úgy megy, mint az Isten nyilván, komolyan. Tök jó kis autó. Egy ilyen tipikusan ez a városi rohangálós, tudod, ilyen területi képviselő, és most ezt ne rosszul értsétek, hanem a jó értelembe véve, amikor nyúzod az autót, naponta rohangálsz vele akár 100 kilométert egy nap, és ide-oda mész, az tökéletes autó, tök kényelmes, tök jó belőle kilátni, olyan viszonylag testes, ez a szedán volt, ugye, ami az alap. Ugye ez a tipónak az volt a különlegessége, meg azzal reklámozták az elején, hogy ők kifejezetten egy szedán terveztek, nem egy kombiból gyártottak egy szedán változatot, hanem itt a szedán volt az, amit eredetileg kihoztak, és ez ugye minden napokban tök jól kijött, persze én nem pakoltam bele meg semmi, de úgy jó volt. Bocsánat, eszembe jutott, hadd reflektáljak akkor, ha már használtad a tipót. A hosszú hétvégén elmentünk Triestbe, és sikerült szereznem egy Giuliát, nem ugyanazt a Giuliát, de ugyanazon a motorral, és általában, mint amivel a Zsolti. Úgy, de csapongunk, eszméletlen. Nem, de a tiporó jutott eszembe, és én továbbra is azt mondom, hogy az a 2280 lovas dízel, azzal a váltóval, zseni. Szerintem tök jó. Oké, leszem fel azt, hogy 1-es, 2-es az buta. Hát erről van szó. Oké, de maga... Melyiket használod a legtöbbször? Melyik fokozatokat? 1-es, 2-es, 3-as? Autópályán, 6-os. Autópályán, hát akkor Budaörsön fölveszem az autót. De bocsánat, én most arra használtam az autót, hogy lemenjek Triestbe. Te szegény. Én szegény. Nem, nekem nagyon tetszett az a váltó, hogy ilyen kis tökös, meg úgy kell hozzá erő, meg nekem teljesen jó volt. Na.
Jó, hát figyelj. Akkor ezt neked gyártották ezt az autót. Nem, egyébként nem vennék Giuliát. Egyébként, ha már tényleg itt tartunk a Giuliáknál, és akkor ez egy jó kis átkötés lesz a következő témára. Ugye az egyik kommentelőnk, aki valószínűleg saját tapasztalatból jogosan kiakadt arra, hogy itt szidjuk a Diesel Giuliát, ő mondta, hogy mindenképpen próbáljuk ki a Diesel Giuliát automata váltóval, mert hogy ég és föld a kéziváltóshoz képest, úgyhogy jövő héten elvileg lesz is egy ilyen tesztautó nálunk, egy ilyen is, úgyhogy lesz róla véleményünk. Meg lesz róla a véleményünk. Ha minden jól megy, akkor össze tudjuk hasonlítani az automata váltós dízel és az automata váltós benzines hátsókerekes, tehát sima hátsókerekes Giuliákat, nem egyik se veló se lesz. Én nagyon-nagyon várom, főleg ezt a dízelt, mert hát ha ez egy ilyen utolsó mestvár lesz nálam, hogy még azt fogom mondani rá, hogy nem is rossz ez a dízel, de... Na figyelj, viszont akkor pár év, sőt jövőre, és akkor ezzel kicsit átkötjük a következőt, viszont meg már lesznek olyan újdonságok, ami miatt lehet, hogy az egész dízel így értelmét veszti. Hát igen, nagyon remélem, hogy olyan újdonságok igen. is lesznek. Igen, tehát úgy választottuk ki a második témát, hogy valahogyan kapcsolódjon az elsőhöz, és kapcsolódik is. Pont ezen a harmadik negyedéves pénzügyi jelentésen beszélt a Mike Manley arról, hogy mi várható az Alfa Romeo-nál 2019-ben. Hogy ne csak Fiatokról beszélgessünk. És nagyon meglepő dolgokat mondott. Igen, részben a Zsolti azt mondta, hogy nekünk keresztbe rakott, én azt mondom, hogy szerintem aláhúzta azt, amit mi mondtunk. Ugye az előző adásban arról is beszéltünk, hogy 2020-ig nem lesz itt semmi újdonság. Én szerintem ezt alátámasztotta a Mind Melly azzal, hogy azt mondta, hogy Giuliánál, Stelvionál lesz egy MCA nevezetű, egy ilyen nagyobb ráncszávarás, tehát hogy nem csak, mit tudom én, lesznek új színek, meg új felnik, hanem hogy új műszaki tartalom kerül az autóba. Én azt mondom, hogy ez még továbbra is azt jelenti, hogy új modell nem lesz, a Zsolti szerint viszont ez olyan újdonság, ami ellent mondanak, amit mi mondtunk. Tudjátok, miért újdonság ez? Azért, mert ugye eltelt nagyjából három év telt el a Giulia bemutatása óta, és úgy látszik, az Alfa Romeo fölveszi ezt a német autógyártók által szépen bevezetett három évenkénti faceliftes, nagyobb faceliftes periódust, mert valószínűleg erről van szó, hogy olyan annyira meg fog újulni kívül is, meg belül is, inkább belül, hogy ezt már egy komoly faceliftnek lehet nevezni. Igen, menjünk akkor sorba. De várjál, és a Giuliettáról még nem is beszéltünk? Hát ezért akartam elkezdeni, okay. Hogy menjünk akkor sorba, hogy akkor legyen a Giulietta az első. Az ugye a Giulietta, ami 2010. Ezt már elmondtuk párszor. A gyártását ugyan még nem állították le, nem úgy, mint a Mitónál, de hogy egy olyan faceliftet terveztek be a Giuliettához, ami műszaki tartalomban is új. Tudottan sok mindent még nem tudunk, viszont külsőben is, meg belsőben is. Tehát, hogy ez most abban fog kimerülni, hogy nem tudom, én kap új elsőt, meg hátsót, és akkor nem tudom, az oldalát változatlanul hagyják, vagy megmarad a hatchback forma, vagy nem marad meg, ezt nem tudjuk. ami egyelőre biztosnak tűnik, az, hogy egy ilyen lágy hibrid meghajtáson gondolkodnak az Alfánál, ami most, hogyha el kell helyezni valahol a listában, ez nagyjából az, amit a régebbi Priusok tudtak, hogy van egy pici elektromotor, ami önmagában elektromos hajtásra nem képes, tehát egy önjáró elektromos üzemre nem képes, csak viszont rá segít. Mm-hmm. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a Giuliettánál hogyan tudják megoldani, ami eleve, tehát hogy most tartunk ott talán a múlt, vagy a héten láttam valamelyik olasz fórumon, hogy gyakorlatilag egy benzin, egy dízelmotor rendelhető most már csak hozzá? Tehát 120 lóerő mindegyik, szóval... Igen. Meg már nincsen belőle csúcsváltozat, nincsen belőle QV. Velocse. Vagy már Velocse se. Igen. Szóval, hogy leépítették... Bár még Velocse van, de igen. Az már csak egy felszereltség viszont. Igen. Tehát, hogy így le van építve a dolog, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hova tud... Nekem ez azért fura ez az egész sztori, mert hogy még egy bőfél level ezelőtt arról beszéltek, hogy tényleg vége a gyártásnak, és akkor a Giorgio Padró lemezen készítenek egy egészen új hathatchet. Vagy ami már nem is hathatch, bocsánat, hanem ilyen kicsi, hogy hívják ezt a hát ezt az AMRC típusú nem tudom. Ezt a kategóriát. Kis SUV. Crossover, igen. igen. Ugye, hogy erről volt szó eddig a Giulietta utót kapcsán. És akkor most így belőlnek majd euró milliókat abba, hogy fejlesztenek egy ilyen átmeneti
összvér autót, ami facelift is, meg nem is. Figyelj, áthidaló modellnek abból a szempontból jó, hogy ha jól lövik be az árát, akkor az a pár millió euró visszajön. Tehát, hogy többet nyernek vele, mint amit veszítenek azzal, hogy kivezetik az alsó középkategóriából a modellt, mert akkor megint ott járunk, hogy kettő van. Igen. Ami ugyanaz, mint amikor a Giulietta volt meg a Mito. Jó, másképp is az árés. Ezért egy Giulietta meg ezt elvívott nagyobb árésre tudsz eladni, mint egy Mitót meg egy Giulietta. Igen, csak ebben az a durva, hogy a Giuliettának konkrétan most lett jó ára a végére. Tehát most lett egy olyan ára, amire azt mondom, hogy versenyképes a többi modellel, csak hát egy lassan egy tíz éves konstrukció. Igen. Úgyhogy nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy milyen technológiát tudok majd belerakni. Meg én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan, igen, meg a, tehát hogy formaterben mit változtatnak, mit nem. Hozzáigazítják-e a Giulia vonalhoz, mondjuk az orrát, hogyan harmonizál az majd a seggével, amiként szerintem továbbra is eszméletlen jó, tehát nekem továbbra is nagyon tetszik, de tényleg, tehát itt látszik azon az formatervezés zsenialitása, hogy 10 éves a cucc, és még mindig nem fáradt el. Nem fáradt el, de a legkevésbé... hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit. Tehát például oldalról szerintem a Giulietta azért úgy nem mond sokat. Tehát, hogy ahhoz fel kell tenni rá a nagy felnét, a szép küszöböt, hogy olyan jó kiállása. Van. Nem. Azért az 56-osnál, meg az 59-esnél nem feltétlen volt, ez igaz. De jó, igaz, mindegy, ez ízlések és pofonok. De hogy mondjuk ilyen szempontból legalább talán ez is az előnye, hogy jól gyúrható még ez a kaszni. Véletlenül igen. Véletlenül igen. Tehát, hogy nem annyira karakteres, mint mondjuk egy Mito, vagy mint mondjuk egy 59-es, amit elkezdesz gyúrni, akkor már nem lesz jó belőle. Ez viszont annyira jól módosítható, hogy nem lesz zavaró. De nem tudom, most ez csak így hangosan gondolkozom. Hát más nem tudunk egyelőre tenni, mert nincsen túl sok minden tény. Ugye a Giulianál és a Stelvionál is tervezik ezt a nagy ráncfelvarrást, viszont ott amennyire kivettem én a Mike Manning-nek a szavaiból, ott inkább a belsőt meg a műszaki tartalmat érinteni ez a dolog. És aztán pár nappal később jöttek is az első pletykák, hogy a motoroknál szeretnének egy kicsit mókolni azzal, hogy egy pici elektromos rásegítéssel, ami nem feltétlenül egy ilyen mild hibrid valami, hanem egy olyan, mint a Fordnál az EcoBoost. Uh-huh. Szóval, hogy arról szól a dolog, hogy a turbójukat szeretnénk megszüntetni egy pici elektromos rásegítéssel, és ezzel 25%-ot tudnak nyerni, vagy 25%-kal meg tudják dobni a teljesítményt. Hogy ezt konkrétan hogyan képzelik el, nem tudom, de ez is felfogható egyébként valamilyen hibridesítésnek, csak hát tehát úgy nem hibrid, hogy ugye ez sem képes önálló elektromos üzemre. De nem is a mild hibrid, ami rásegít, hanem csak egy turbójukat szüntetnek meg vele. Ezen kívül meg nyilván vannak olyan új technológiák, amiket be lehetne vezetni, és nagyon kíváncsiak lennénk arra például tőletek, hogy ti, bár erről korábban már szörmentén beszélgettünk veletek is komment formájában, hogy mi lenne az a technológia, amit ti mondjuk itt beleraknátok a modell frissített Giuliába, Stelvióba, ami mondjuk valid, tehát hogy tényleg van rá esély, hogy ezt beletegyék, mert például a technológia már rendelkezésre áll az FCA-nál. Hát én egyből tudok egy nagyon konkrétumot mondani, és ez nem is olyan... Én is tudok hármat. Nagyon elrugaszkodó dolog. Ugye az új 500X most jelent meg, és rendelhető hozzá már ledes fényszóró. Ami szerintem tök vicces, hogy a Fiatban van, az Alfában meg nincsen ledes fényszóró. És tudom, hogy ez mindenki dicséri a szezonot, hogy tök jó. Iszonyú jók ezek a ledes fényszórók már. Tehát, hogy ha megint itt versenyezni akarunk a konkurens gyártókkal, akkor igenis ez az Alfába, a Stelvióba, a Giuliába mindenképpen kell. Azt nem mondom, hogy a Giuliettába igen, de akkor már, ha egy 500X-ből bele tudjuk rakni, akkor jöjjön. Meg hát ugye a Jeepeknél ugyanez van, a Renegade-ben már ott van a ledes fényszóró. Igen. Egyébként logikus lenne. Persze. Logikus lenne a dolog. És egyébként ez tök érdekes, pont egy FCA dolgozó mesélte nekünk a múltkor, hogy igazából valamiért ezért van jó helyzetben a Fiat csoport, hogy a nagy autógyártók, mondjuk BMW, Mercedes, a Hellával, meg az összes ilyen lámpa konstruktőrrel szépen már ezeket a technológiákat rohadt nagy példányszámba megcsinálta. És amikor a Fiat csoport eljut oda, hogy most az ő autójúba is kell, akkor már sokkal olcsóban meg tudja venni ezt a technológiát, mint amikor még a nagyok vásárolgatják. Jó, hát ez egy másik kérdés, hogy a nagyok meg is tehetik, tehát hogy anyagilag nagyjából ugyanott vagyunk. Igen. Igen. Úgyhogy például ez szerintem egy nagyon fontos dolog lenne. Uh-huh.
Támogatom. Én inkább a vezetéstechnikai, tehát ugye a vezetéstámogató rendszerekben látnék itt inkább nagyobb gapet, amit be kéne tölteni. Hát, van mit. Van mit. És egyébként ez a GTV-s cikk kapcsán a hozzászólások, amik az Alfa Mora oldalán voltak. Hát meg a Facebookon. Meg a Facebook, tehát hogy nem tudom. Én tökre örültem nekem, amikor ezt olvastam, meg írtam a cikket, hogy fú, lesz nálunk is. Tehát jó, ez most lehet a félig teli, félig üres pohár. Nekem félig tele van. Tehát, hogy nem azon kesergek ezek után, hogy ó, de hát ez már a többieknél van. Hát jó, tudom, és. Tehát, hogy ettől még tök jó dolog, hogy végre nálunk is lesz, vagy hogy nálunk is lesz. Szerintem ezen nem keseregni kéne, hanem tök jó, hogy van, és elérhető, és nem tudom én. Ha most a rendelkezésre álló ilyen vezetéstámogató technológiákat nézem, akkor mondjuk egy önparkoló rendszer szerintem tökéletlen a Jeepekben elérhető. A Renegade-be rendelhető. Az 500X-be is rendelhető. Nem? Tudtam, nem. Hát, amennyire emlékszem, nem, ugye néztem a katalógust, és nem emlékszem rá, de nem, ne vegyél rá mérget. Táblafelismerő rendszer, és ahhoz kötött a Jeepekben és a Fiatban is van már, hogy ugye a rendszer maga felismeri a táblát, kinyomja neked, hogy ez egy 80-as, nem tudom, akármilyen tábla, és felajánlja, hogy akkor ahhoz állítsa a sebességhatárolót. Aha. Ami szerintem egyébként egy okos dolog, én nyilván nem használnám, de tudom, hogy van neki piacirése. Szóval szerintem az is egy nagyon jó dolog lenne, meg hát, mit tudom én, egy továbbfejlesztett fronteris ütközéssel kerülő, tehát hogy az autonomous braking, tehát a saját maga vészfékez, hogyha arról, ugye a mostani hát, ami mondjuk a Volvo-kban van, az nagyon komoly. Például igen, de ez ugyanúgy elérhető most már a Fiatnál is, meg a Jeepnél is, és én azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen érdemes lenne beletenni. A Giuliába és Stelvióba is. A Giulietta-nál szerintem más a helyzet, mert ott ugye a műszaki alapok miatt lehet, hogy azért ott vannak mindenféle összeférhetetlenségi történetek. Én azt gondolom, hogy a Giuliába vagy a Giuliettába mondjuk nyilván egy Apple CarPlay meg egy Android Auto az bőven belefér. Tehát az mindenképpen kellene. Azt szerintem egyébként abban az új Uconnect-be benne van már. Tudják már azok a Uconnect-ek? Hát a Fiat 500-ba tudják, elvileg ugyanaz van a Giuliettába is középen. Oké, tételezzük fel, hogy van. De hogy akkor tényleg vannak ott is olyan technológiák, ami a Giuliettából még ugye hiányzik, és ezek nem tudom, sávtartó, meg ott is ez a, ha nem is az önfékezős, vagy vészfékezős, önmagától vészfékezős, ilyen frontális ütközéssel kerülő, de hogy legalább sipoljon, vagy valamit csináljon. Tehát ami most a Giuliákban, meg a Stelvióban van, tehát azért azt jó lenne, hogyha tudná. Csak tényleg nem vagyok benne biztos, hogy ez be lehet tenni, ugye ehhez külön szenzorok, érzékelő kamerák kellenek, és nem tudom, hogy hol. Tehát nem látom a Giuliettában a helyet, ahova ezt be lehetne kuporgatni, de nem vagyok mérnök. Ha tervezik az elejét, szerintem lehet. Az ott elfér. Nyilván tudom. Ez az autó egy teljesen új beli komputer kap majd. Remélhetőleg. Akkor beszéljünk csak ilyen apróságokról, hogy kulcs nélkül nyitás és indítás, ami most már így 2018-ban nagyjából a legkisebb gyártók is bele teszik opcióként az autóikba. Ez simán a Giuliettánál tök jól mutatna. Igen. És az aztán nem egy nagy tétel, én azt gondolom. Igen. És mondjuk a Giuliettában is, hogy hátterőzik, akkor a full LED fényszóró az ugyanúgy belemehet. Igen. Ja. A Stelvionál elgondolkodtam még azon, hogy mi az, ami még az a már elérhető ilyen történetek közül mehet. Hát ha már a Stelvióra húzunk fel nagyon sok mindent, akkor azért onnan nekem hiányozna ilyen nem csak ülésfűtés, hanem üléshűtés. Kéne kicsit javítani mondjuk a tolatókamerának a képét. Fú, azon nagyon kéne. Eleve az, hogy a központi rendszer az érintő képernyős legyen, az nekem nagyon hiányzik, meg szerintem megint a konkurenciát tudom csak mondani, az összes autóban az. Csak nálunk nem. Hát ennek ellenére rohadt jól néz ki, tehát hogy az összes teszt mindenki megemlíti benne, hogy ez az Alfának egy iszonyú nagy dobása volt, hogy ott az a fekete panel, hogyha ki van kapcsolva, és ott van mögötte az a kijelző. Zseniális, csak azon még turbozni kéne. Igen, hát szerintem ezt tudják nagyon jól, és nyilván tehát hogy nem gondolnám, hogy nem erre mennek a fejlesztések. Hát meg akkor ne csak a tolatókamerát nézzük, hanem konkrétan a körbe kamerákat. Tehát, hogy például, igen. És megint most majd írjátok, hogy nekünk ezek nem kellenek, mert tudunk vezetni. De basszának, gyerekek, vezessetek a budapesti belvárosi közlekedésben egy 4,5 méteres autót a mindennapokban. Igenis rohadt jók ezek a dolgok. Hát meg most az, hogy kell, nem kell. Tehát én erre azt szoktam mondani, hogy ezt a piac eldönti. És igen. A piac nagyon arra megy,
hogy lehet, hogy ez parasztvakítás, tehát részben van ebben valami, de ha ez kell ahhoz, hogy eladja egy autót, akkor ezt kell belerakni. Tehát, hogy szerintem egyébként, pont. Ahogyha megnéztek egy ilyen hogyan nevezes válogatást, ahol általában a legtöbb mondjuk ilyen orosz videók, tudod, amikor így össze-vissza törnek az autók, mert szalomoznak az autópályán, meg a belvárosban, nem adják meg a jobbkezet sem, meg semmit. Egy ilyen válogatást megnéztek, akkor szerintem utána mindenki sokkal könnyebben meggyőzhető arról, hogy igenis ezek a funkciók nagyon-nagyon jól tudnak jönni. Igen. Az egy másik kérdés, hogy nyilván van az a határ, amikor ezek a funkciók, például az a sávtartó, amelyként a Giulietta vagy a Giuliában, Stelvioban szintén nincsen, és szerintem tök jó lenne, ha lenne, ami nem csak jelzi, hogyha indokolatlanul sávot váltasz, vagy pontosabban indexelés nélkül, tehát azt érzékeli, hogy ott valami gáz van, de a kormányt nem húzza vissza. Ez ugye a többi FCA modellben elérhető, tehát szerintem ez is tök jó lenne, hogyha, ha belekerülne. Szóval, de ha ezeket így mind összeadogatod, akkor azért hogy kijön már egy olyan kombináció, ami már lehet, hogy arra ösztökél téged, hogy kevésbé figyelj mondjuk egy hosszú autópályás vezetésnél. Hát ami viszont nem jó. Kérdése nyilván. Igen. Ez persze felfogás kérdése. Mitől álmosodsz be attól, hogy rábízod magad az autóra, úgyis ott, hogy visszakormányozza magát. Hát meg mit tudom én, meg lefékez, meg mit tudom én, szóval, hogy ezek az alapvető funkciók, ezeken megvannak, majd a következő adások egyikében remélhetőleg fogunk erről majd bővebben beszélni egy vagy több szakértővel, ezt még szervezés alatt van. De hogy... Szóval igen, rátérünk megint erre az autonomous driving dologra, az önvezető autókra. Lassan a testtel, az autóval, vagy nem tudom mivel. Ja, és mondjuk mi lesz például akkor a csúcsmodellel? A QV-val mit tudnak még csinálni? Egyébként én tudom, mi hiányzik. Na, mi az eszkelék. Tehát, hogyha kihoznának a Giulia QV-ból, pontosabban Q-ból most már egy összkerekes változatot, az még szerintem egy nagyon nagy húzás lenne. Hát teljesítményben nyilván nem érni el a hátsó kerekest, mert négy fele oszlik a dolog. Igen, viszont ha megnézed, hogy melyik gyorsul jobban a Stelvio Q vagy a Giulia Q, és meglepődsz, hogy a Stelvio. Oké, csak a fun fact a Q-ban pont az, hogy hátsó kerék, igen. És teljesen ki tudod kapcsolni. Igen, de szerintem egy plusz vevőkör lenne egyébként az összkerékhajtású Giulia Q. Simán lehet, el tudom képzelni. Bár nekem különösebben nem hiányozna belőle, bár abszolút érintett, tehát hogy nem vagyok érintett a témában. Jó. Nem tudom. Én a 4C-t sajnálom továbbra is. Tehát, hogyha nekem ezekkel a hírekkel kapcsolatban az a szívfájdalmam, hogyha most a Giulietát még egy kicsit tudjuk itt pofozgatni, akkor a 4C-t miért nem? Hát szerintem erre viszonylag... Anyagi az ok, gondolom. Nem is csak anyagi, hanem inkább az, hogy ha már az volt a filozófia, hogy abban az autóból még szervókormányt sem teszünk, meg gázteleszkópos kitámasztót a csomagtartó per motorház fedélhez, akkor miért raknának bele bármi olyan pluszt, ami lehet, hogy nem tudom milyen, hozzáad valami funkciót, de közben meg az a pár kiló is sokat számíthat. Igen, de lehet, hogy ha mondjuk beletennének egy ilyen modellfrissítés során pont ilyen dolgokat, mint mondjuk szervó, kulcs nélküli indítás, kulcs nélküli nyitás. És akkor lenne ilyen 4C light, vagy mi? Igen, lenne egy ilyen 4C light, lehet, hogy mondjuk akkor 50 kilóval nehezebb lenne, viszont jobban eladható lenne. Nem. Itt az a kérdés, itt az a kérdés is felmerül, hogy el akarják-e még egyáltalán adni. Ott van a Renault-nak a szupersport autója, vagy minek nevezzem, az Alpine-t, ahol az összes kritika, pontosabban nem, nagyon sok kritika a 4C-hez hasonlította az autót, pont azért, mert egy kicsit nehezebb, de pont benne vannak ezek a funkciók. És halálra dicsérik az autót, érted? Én ezt értem, de filozófiában még mindig ott vagyok, hogy az Alfa Romeo gyökereihez még mindig a 4C-el közelebb, mint egy ilyen Alpine A110. Ez így van. Nem is a kérdés, hogy melyiket választom. Teszem hozzá egyébként, lehet, hogy az Alpine A110 is tök jó, biztosan. Biztosan, viszont én amondó vagyok, hogy az Alfa Romeo 4C vásárlói, akik tényleg ilyenek, nem gondolom, hogy ezeket keresnék benne. Kérdezzek a Pataki Zolit. Ja, Pataki Zolit. Venne-e a 110-est? Ja. Arról meg nem beszélve, hogy mondjuk 20 év múlva egy Alpine vagy egy Alfa 4C fog többet érni. Itt most aláírom, hogy az Alfa 4C lesz egy klasszikus autó. Tuti biztos. Ami majd ilyen 50 milliós árakon fog elkelni. Legyen így. Igen.
No, hát nagyjából ezeket a témákat terveztük mára. Akkor figyelj, akkor igazából a játékhoz akkor most kiírnánk a kedves nyártás nevét. Gratulálunk az Alpha City 1-hez, itt a neved. Írjál nekünk, légy szíves, hogy hova tudjuk neked eljutatni ezt a jegyet. Várunk téged szeretettel, meg titeket szeretettel a Alpha City-be. Kommenteljetek, légy szíves, tehát írjátok le, mert beszélgessünk erről, és akkor, hogyha olyan téma, vagy ha úgy kibontok ez a dolog, akkor nyilván vagy egy következő adásban felkaroljuk újra ezt a témát, vagy pedig lenne majd kommentekben megvitatjuk. Tehát, hogy ugye most jönnek ezek a nagy modell frissítések, mik lennének számotokra azok az új funkciók, frissítés, akár dizájnban, akár tényleg technológiában, amit a Giuliához, Telvioshoz ti hozzáadnátok és szívesen látnátok, és mondjuk nem tudom, akár akkor vennétek is. Tehát, hogy van-e olyan funkció most bármelyik autóban, aminek hiányában nem veszitek most meg ezt az autókat? Főleg azért jó ez a kérdés, mert az egyik következő adásunkban ismét egy autószalomba fogunk ellátogatni, szerintem nem titok, a Papaszhoz, ahol majd föl tudjuk tenni azt a kérdést az értékesítő barátunknak, hogy mivel tudja mondjuk lerázni, vagy mivel tudja elhajtani azokat a vásárlókat, akik ezeket keresik az Alfa modelljeiben. Na, elhajtani a Mercihez? Vagy? Hát mondjuk a Mercihez, vagy nem tudom. Tehát mit tud nekik mondani, amikor jön a sok pénzű vásárló, és azt mondja, hogy de hát ez Telvióban nincs hűtés, és neki ez kell. Akkor erre mit tud mondani egy kereskedő? Hát a szegény Bársony Pistinek lesznek kényelmetlen másodpercei velünk, de igen, nem baj, ezt majd mind legközel jutni, meg majd élvezni fogjátok a végtermék. Úgyhogy írjatok ilyeneket, kíváncsiak vagyunk nagyon, várjuk a kommenteket. Így van, és akkor találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!